Kaotikus a tavalyi olaszországi állapotokhoz hasonló romániai helyzetről számolt be híradónknak egy sepsiszentgyörgyi kémikus kutató. Rusvai Miklós szerint Magyarországon már nem kell ilyen súlyos járványügyi helyzettől tartani. Falus Ferenc viszont óvatosságra int mindenkit, és a maszkviselés azonnali újbóli bevezetését sürgeti. Az elmúlt 24 órában 836 új fertőzöttet regisztráltak, és 627 embert ápolnak kórházban. Nehéz azt mondani valakinek, hogy nem tudok segíteni, mikor arra lenne szüksége. Az egyre súlyosabbá váló járványügyi helyzetre panaszkodik ez az egészségügyi dolgozó. Romániában naponta 15 ezer új fertőzöttet regisztrálnak, a halottak száma pedig rekordot döntött, szerdán 331 ember hunyt el. Kaotikus, mindenképp nagyon rossz a helyzet. A sepsiszentgyörgyi kutató híradónknak azt mondta, Romániában a nyilvános adatokból látszik, hogy az elhunytak 90%-a oltatlan, 10%-a oltott volt. Ennek ellenére továbbra sem nő az oltási hajlandóság. Szögezte le Fejér Szilárd, aki október közepére várja a járvány csúcsát. Még van körülbelül egy ilyen 100 ágy országszerte, amit tudnak bővíteni, legalábbis ezt mondják a hatóságok. A fő probléma ott az, hogy sokkal több beteg érkezik, mint ahányat el tudnak látni. Úgy tudjuk, a román egészségügyi miniszter szerdán segítségért fordult a magyar kormányhoz, hogy a súlyos koronavírusos betegek egy részét magyar kórházakba szállíthassák. A külügyminisztérium megerősítette a hírt. Azt írták, Szijjártó Péter levélben ajánlotta fel Magyarország segítségét. A segítségnyújtás konkrét formájáról jelenleg is zajlik a tárgyalás. Falus Ferenc úgy véli, mivel a pozitív tesztek aránya már 5% felett van, a járvány már nehezen kontrollálható Magyarországon is. Szerinte a járvány lassulásához azonnali határozott intézkedésekre van szükség. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy magyar betegeket is külföldre kelljen vinni, akkor azonnal be kellene vezetni a zárt térben és a közösségi közlekedésben a maszk használatát. Merkeli Béla szerint a delta variáns mindenkit megtalál, aki nincs beoltva. Mivel nyájimmunitással egy ilyen fertőző képességű mutálódott vírus esetében nem nagyon számolhatunk, gyakorlatilag minden oltatlan meg fogja kapni ezt a betegséget. Igen, a maszkviselés jó lenne. Emellett Rusvai Miklós szigorúan venné és több helyen megkövetelni a védettségi igazolványt. Szerint ezzel növelni lehetne a lakosság átoltottsági arányát. Arra viszont nem számít, hogy Magyarországon hasonló helyzet alakul ki, mint Romániában. Nálunk a járvány a tetőpontját a harmadik hullámmal érte el, és mostantól kezdve fokozatosan lecsengő hullámokkal kell majd számolnunk. Hozzátettem, ehhez hozzájárul az is, hogy míg Magyarország lakosságának 65%-a, addig Romániának csak 28%-a van beoltva.